A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Mai műsorunkba életmentőket hívtam vendégül, mégpedig azért, mert egy nagyon fontos versenyen vettek részt, amiről itt az elején a műsornak be fogunk számolni, és én nagyon örülök, hogy velük beszélgethetek most, mert nagyon ritkán van rá lehetőség, hogy egy picit belelássunk a munkájukba, az életükbe, azoknak az embereknek, akik a mi életünkért, illetve mindenki életéért dolgoznak. Úgyhogy én nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy beszélgethetek velük, ismerjék meg akkor őket, Czakó Attila mentőtiszt és Vas Tibor mentőápoló. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok. Mi is köszönjük. No, hát gondolom ez ritka, hogy tévéfelvétel van, és ilyen közegben kell mozognatok, nem nagyon van rá lehetőségetek, sőt engedélyt is ugye mindig ilyenekre kérni kell, és nyilván megvan az, hogy mondjuk a mentőknél ki az, aki megszólalhat bizonyos témákban. Hogy érzitek magatokat most? Hát mindenképpen mi így az élet színfalai mögött dolgozunk, tehát ott vagyunk minden olyan élet kritikus pontjain, ahova az egy átlagember nem nagyon tud betekintést nyerni. Tehát amikor mi előre kerülünk, és akkor mi most így rivalda fénybe kerülünk, az egy kicsit érdekes, ez mindenképpen egy ilyen szokatlanabb szituáció. Valahogy mindig tudjuk kezelni ezeket a helyzeteket, amik mindig ilyen kritikus helyzetek, de itt, amikor kamerák előtt kell dolgozni, az kicsit más szokott lenni. Tehát mondanám azt, hogy amikor a hétköznapi munkákban, amikor elkezdenek videózni minket, az egy kicsit olyan kényelmetlen, az egy kellemetlen szituáció, nem csak magunkról beszélek, hanem amikor akár a páciensnek a jogait, azért ezt így sok-sok mértékben sérti. Uh-huh. És te hogy érzed magad? Hát én egy idézetet lerövidítenék, tehát hogy a mi munkánk ugye rejtett és névtelen, tehát hogy nekünk ezért is fura ez a való megnyilvánulás. Uh-huh. Most, hogy ezt mondtad egyébként, most eszembe jut az, hogy hát nálunk is az van, hogy munkánk során adódnak olyan helyzetek, amikor ugye meg kell jelennünk egy-egy baleset helyszínén kamerával, és nekünk is egyébként ez rettenetesen kellemetlen tud lenni. Tehát ezek a szituációk azok, amire nem, egyáltalán nem megyünk szívesen. Hát ugye legtöbbször mondjuk azt mondom, hogy szerintem a munkánk során talán akkor megyünk a legtöbbször, hogyha halálos baleset van, és az ugye egyrészt minket is nagyon megráz, tehát hogy mi tényleg nem szeretünk ilyen helyszínekre meszni, és tényleg az van nagyon sokszor, hogy kellemetlen az, hogy vagy a mentők, vagy a rendőrök nem szeretik, ha ott vagyunk, de hát nekünk meg ugye sajnos ez a munkánk, úgyhogy igen, ebben egyetértünk, hogy ezek a szituációk nem kellemesek. Na viszont beszélgessünk kellemesebb helyzetekről. Én néhány héttel ezelőtt kaptam egy hírt, és ezt most egy kicsit így beolvasnám, hogy nem mondjak butaságot, és jól mondjam a nézőknek is, hogy mi az apropója annak tulajdonképpen, hogy itt vagytok. Akkor ez most azt mondom, 2 vagy 3 hete lehetett ez a verseny? Igen. 2 vagy 3 héttel ezelőtt Csehországban rendezték meg a nemzetközi mentőversenyt, amelyre az Országos Mentőszolgálat egy rohamkocsi egységet indított Egerből, és egy esetkocsi egységet Székesfehérvárról, és ehhez a versenyhez, nemzetközi besoroláshoz mérten is tisztesen helytáltak, azt írták nekem, és akkor elmondom azért az 5 csapattagot, jó, mert nem csak 2 voltak, hanem 5, de ebből most ugye 2 tudnak itt lenni velünk, mert hát a munkájuk így teszi ezt lehetővé. Tehát akkor Czakó Attila, Vas Tibor, ugye ők, akik itt vannak vendégeink, Nyulás Csaba, Varga József és Fenyővári Krisztián mentő technikusok, és egyébként a csapat a 13. helyezést érte el. Úgyhogy szeretettel gratulálunk nektek. Én megmondom őszintén, hogy nem hallottam még erről a versenyről, mert tényleg, ahogy mondjátok, hogy túl sokat nem promózzák a mentők magukat. Tehát nem jutnak el nagyon ilyen hírek, hogy hányféle ilyen dolgon vesztek részt, már pedig gondolom, hogy ez nem az első volt, meg nem is az utolsó lesz. Hát mi ezzel a csapattal, mi első ízben indultunk ebben ezen a versenyen, tehát már korábban Fehérvárról már voltak indulók, tehát hogy azért ez egy több évtizedes múlttal bíró mentős verseny. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy mi az, amit a mentésben vagy a mentő versenyen lehet mérni, tehát hogy ez egy ilyen kőkemény pontgyűjtés.
Tehát nem feltétlenül arról szól, hogy egy feladatot egyből hogyan kell megoldani, és akkor mi a terápia, hanem szépen az, hogy hogyan játsszuk el a történetet. Vannak imitátorok, és ezeket a szenáriókat azért nagyon szépen előre megfontoltan felépítik, és egész komoly pontrendszert építenek ki. Mi így úgy is készültünk rá, hogy 3 évre visszamenőleg megpróbáltuk megnézni, hogy milyen típus feladatok vannak. Na hát itt a versenyen itt teljesen más feladatok voltak, tehát abszolút minden egyes feladat egy külön kihívás volt, egy külön meglepetés. És ez így elég érdekes volt, hogy erre nem nagyon lehet készülni. De most, hogy például megvan egy versenytapasztalatunk, így mindenképpen tervezzük azt, hogy visszamegyünk a jövőben, akár már jövőre is már elkezdtünk készülni, hogy indulunk, és mindenképpen már úgy, hogy már felvérteztük magunkat ezzel a tapasztalattal az idei versennyel, tehát hogy azért most már sokkal célirányosabban fogunk majd versenyezni. Tehát ezt meg kell tanulni külön, hogy hogyan kell versenyezni. Uh-huh. Ugye ez egy nemzetközi verseny, a világ minden tájáról érkeznek csapatok, vagy hogy kell ezt elképzelni? Hát körülbelül igen, majdnem. Érkeztek csapatok Ciprusról, Zürich, Görögország, mi mondja Magyarországról. Tehát jellemző az, hogy világ minden tájáról is jönnek, például volt a korábbi években Japánból, vagy akár az Egyesült Államokból, most inkább csak az európai országokból érkeztek versenyzők, de hát Európa számos pontjáról. Tehát még visszatérve arra, hogy említés volt arról, hogy volt egy rómkocsi esetkocsi, igazából az egriek ők az orvossal vonuló kategóriába indultak, mi pedig a paramedik kategóriába indultunk. És 4 fő versenyzett ebből az 5 fős csapatba, az 5. fő pedig kísérő volt, vagy fotós. Tehát uh-huh. ha ő bármiféle észrevétele lett volna egy szituációban, neki tilos volt megszólalni, vagy segítséget uh-huh. nyújtani nekünk. Uh-huh. Szóval 4-en kellett játszanunk, a mi uh-huh. 4 feladatunkat, a 4 ember munkáját nézték a bírák, hogy ki, hogy mit csinál. Tehát egy külön kihívás volt az is, hogy ezt mind angol nyelven kellett lebonyolítani. Akkor csak olyanokat tudtak küldeni, akik beszélnek is angolul. Ezt a paramedic szót légy szíves, magyarázd meg a nézőknek, hogy mi a különbség, mert ugye ez elhangzott most az előbb, hogy ez igen, mit igen. akar. Hát a paramedic az, aki olyan sürgősségi, egészségügyi szakdolgozó, vagy szakember, aki nem orvosi diplomát val bír. Tehát uh-huh. egy olyan speciális szakdolgozó, aki ebben a sürgősségi életmentésben szerzett tapasztalatot. Uh-huh. Na majd erről még szeretném, hogyha később beszélnénk, mielőtt még a versenyt kicsit még megbeszéljük, vagy miután, mert azért az nagyon érdekelne egyébként, hogy a nézők sem biztos, hogy tudják, meg mi is csak azért tudunk ilyen dolgokat, mert a munkánk során találkozunk vele, de hogy amit mondasz, hogy kik vannak mondjuk egy mentőautóban. Ezt sem mindig tudják, hogy a mentőtechnikus vagy a mentőorvos meg tiszt között mi a különbség, tehát hogy majd ezeket még beszéljük, meg térjünk egy kicsit rá vissza. És ez a verseny, ez egyébként egynapos volt? Ez úgy volt, hogy volt egy megnyitó. És a megnyitón közölték, hogy innentől kezdve bármikor lehet riasztás, és bármikor menni kell egy feladathoz. Tehát ez úgy kellett elképzelni, hogy akkor megérkeztünk 5 óra környékén, regisztráltunk, és akkor 6 órakor a megnyitók ezt közölték, hogy ha úgy van, akkor az éjszaka is lehet, hogy menni kell. Tehát akkor gyorsan összeszedtük a felszerelésünket, rendbe tettük az autót, hogy akkor feladatképesek legyünk. De szerencsére az éjszaka nem kellett menni sehova. És utána jött a reggeli órák, ahol a telefonon megcsörgött, meg kialakítottuk egy olyan rendszert, hogy a riasztás a versenyre az az egyikünk telefonjára érkezzen. És ez egy rövid feladat leírás volt, és utána lehetett követni térképen, hogy hova kellett menni. Tehát kék lámpát nem kellett használni, meg nem is lehetett, de úgy megvolt az, hogy mikorra kell odaérni, 5 perccel a feladat kezdése előtt oda kellett érnünk, és akkor onnantól indult a szituáció. És ez tartott úgy, hogy a 10 feladattal végeztünk így este 6 óra környékén, utána volt egy vacsora, és akkor valami még úgy volt a levegőben, hogy biztos lesz még valami. És éjfélkor kaptunk egy riasztást, és akkor egy tömeges eseményre kellett menni. Uh-huh. Ahol például az volt a történet, hogy egy iskolában születésnapi buli volt, és lövöldözés. És akkor megindultak, tehát hogy a szállodából minden egység akkor megindult, tehát ott akkor tényleg
zengett a lépcsőház, minden, tehát hogy mindenki sietett le az autójához. És akkor megérkeztünk, és akkor ott volt több-több sérült. És ott például a feladat az volt, hogy utána, miután megtörtént a betegnek az ellátása, hogy a kórházi átadásnál, hogy hogyan sikerült átadni a sérültet. És akkor azt pontozták, hogy akkor éppenséggel milyen volt a sérült átadás, mennyire volt szakmai, és hogy minden kritériumnak megfelelte. És ez az összes feladatnál így volt egyébként? Tehát már mindig csak a végére tudtak belenézni? Ez igazából úgy volt, hogy hivatalosan mindegyik feladatra 1400 pont járt. Aznap nem tudhattuk meg a pontozást, illetve a kritériumokat, hogy mi alapján pontoztak minket. Másnap volt egy ilyen összegzés, és akkor ott a bírákkal le lehetett ülni, és akkor ők elmagyarázták, hogy esetlegesen mik voltak a hibapontok, mikre kaphattunk pontot, és akkor elénk is rakták az értékelőlapot. Uh-huh. A 13 helyezés azt gondolom nem rossz, hány induló volt? 15 uh-huh. induló volt. 15 induló volt, de voltak olyan feladatok, ahol tényleg a top 3-ba sikerült uh-huh. pontot ja, hát szerezni. Igen, és azért csak hát voltak olyan feladatok, ahol meg a rutin hiány azért sok-sok pontot azért el tudtunk veszíteni, de ha azt nézzük, hogy ha pár száz ponton belül, tehát itt a pontok repkednek, tehát igen. hogyha az ember kihagy egy apróbb dolgot, vagy nem kérdez rá olyanra, akkor itt azért veszíti az ember a pontokat. De hát ezzel a 13. helyen, hogyha pár ponttal többet gyűjtünk, akkor már ilyen hatodik helyre is elegendő lett volna uh-huh. akár a pontszámunk, mert nagyon szoros lett a középmezőny. Uh-huh. És ez egyébként a ti berkeiteken belül ez egy ilyen nívós dolognak számít? Tehát, hogy ez egy olyan dolog, amiért azt mondjátok, hogy érdemes kimenni és megcsinálni, mert akkor utána büszkék leszünk, vagy hogy van ez, hogy mit éreztek ilyenkor? Igazából ez egy olyan verseny, hogy rengeteg mendő dolgozó van az országban, de nem sokan mondhatják el magukat, hogy akár egy ilyen nemzetközi versenyen képviselték az országot, és mindenképpen azt mondom, hogy ez egy szakmailag egy nagy kihívás. Uh-huh. És mindenképpen jó volt magunkat egy ilyen közegben is próbára tenni. Uh-huh. És mondom, hogy rengeteg olyan dolog van, amit itt azért tanultunk. Nem feltétlenül olyan dolgok, amikkel akár itthon találkozhatunk a mindennapi életünk során, de azért kicsit azért tágította így a néző. Uh-huh. Mi volt az egyébként, amiben azt mondod, hogy nem feltétlen az, amivel találkoztok? Tehát, hogy azért ez egy elképzelt, ez egy ilyen szituációs világ, tehát, hogy itt olyan dolgokat is meg lehet csinálni, amit nem feltétlenül lehet így az életben, tehát, hogy az életnek vannak korlátai. és itt például lehetőség volt akár az, hogy egy rendőr egy azonnali segítséget tud nyújtani, akár egy gyors drogteszt elvégzésében. Tehát, hogy itthon azért nem így működnek a dolgok. Uh-huh. Vagy akár egy ilyen dispatcher szolgálaton keresztül, ha úgy van, akkor olyan telefonos segítséget kérni. Tehát van nekünk egy ilyen konzulensünk, akivel mi tudunk telefonon konzultálni, de ez így egész érdekes volt, hogy így a szituációba beleillesztve hogyan lehetett érdeklődni az ellátás részleteiről. Uh-huh. Maga a feladat elvégzéskor, vagy amikor mondtad, hogy riasztanak titeket, akkor mit éreztetek? Milyen druk volt bennetek? A versenydruk, vagy az, hogy mondjuk, amit a mindennapok során is éreztek, amikor menni kell? Én úgy gondolom, hogy ezek ilyen vegyes érzések voltak az első 2-3 feladatnál, hiszen mi még nem vettünk így együtt részt ilyen nemzetközi versenyen. Ugye én úgy gondolom, hogy Ati volt úgymond a team leader, ő kezelte ezt az alkalmazást, és akkor ugye megérkezett telefonra ez a úgymond riasztás, ott ugye értelmeztük a feladatot, elindultunk, meg volt az időpont, amire oda kellett érni a helyszínre. Ugye ez az miatt is volt, hogy a különböző nemzetközi csapatok ne lássák a másikat, hogy milyen feladatot végezel. Ugye esetkocsi szinten dolgozunk, vagy rohamkocsi szinten dolgozunk, ugye 3 fős személyzet dolgozik, ugye itt 4-en voltunk, úgyhogy az első 2 szituációban szoktuk az elrendeződést, a feladatelosztásokat. Uh-huh. Tehát én mondanám azt, hogy ott szerintem sokszor jobban izgultunk egy feladat előtt, mint a való életben. Uh-huh. Tehát a való életben is előfordul az, hogy van egy bejelentés, és nem feltétlenül tükrözi azt, amikor kiérkezünk és látni fogunk.
És itt például ezen a versenyen minden feladatban volt valami csavar. Uh-huh. És arra, hogy az ember rájöjjön, hogy mi volt a csavar, mi volt az a rejtett apró eltérés, amire rá kell kérdezni, amit meg kell vizsgálni, az mindig ott motoszkált. Mondanám, hogy a való életben is persze bármikor lehet csavar, tehát bármikor hozhat olyan meglepetést az élet, hogy arra nagyon figyelni kell, tehát hogy tényleg ott is nagyon-nagyon nyitott szemmel kell járni, de itt meg a versenyszituációban itt csak erre ment ki a játék, hogy valami csavart elrejtettek, és hogy a csapat rá fog-e jönni. Uh-huh. Tehát tényleg, ahogy a Tibi említette, hogy itt négy fős volt a csapat, és meg kellett szokni azt a dinamikát, hogy hogyan kell ezt a négy főt irányítani, hogyan kell elosztani a feladatokat. Voltak olyan szituációk, amikor mondtuk, hogy felhelyezzük például a lapáthordágyra, és akkor mondták, hogy jó, fel van helyezve. Tehát volt, ahol gyorsították a szituációt, de voltak olyan helyzetek is, amikor elmondtunk valamit, hogy akkor ilyen vizsgálatot végzünk, és akkor szerették volna, hogyha megmutatjuk szépen lassan, mint a való életben, hogy az hogyan is néz ki. Tehát meg kellett szokni tényleg azt, hogy mondanám azt, hogy minden bírálnál azért más volt a szituáció. Volt, ahol egy kicsit morcosabbak voltak, kicsit meg kellett szokni azt is, hogy ők tényleg bevágták a bíra arcot, és akkor nem feltétlenül a kedves arcukat láttuk rajtuk, de mondhatnám azt, hogy nagyon bennünk volt az izgalom a verseny végéig. Uh-huh. Mindig volt valami, ami miatt izgultunk. Mondtok még egy-két szitút, ilyen feladatot? Mert nekem mondjuk nagyon érdekes az, hogy milyen feladatokat tudnak rátok rakni, ami versenyfeladat. Én az elsőt ezt úgy elmesélném, mert én az első szituációnkat értem meg a legrosszabbnak, amire amúgy a legtöbb pontot kaptuk. Francis volt a feladat neve, és a bejelentés alapján egy elesett biciklis, aki eszméletlen, ennyit tudtunk. És a szituációban az volt a nehezítő tényező, hogy amikor kiértünk a helyszínre, vagy egy vasúti sín mellett helyezkedett el a sérültünk. Ugye itt felmerült bennünk egyből, hogy esetleg vonat ütött el, vagy mi történhetett, de végigvizsgáltuk a beteget, és akkor kiderült, hogy igazából a sérülési mechanizmus az abból adódott, hogy alacsony lett a vércukra, amit mi rendeztünk, és utána tudatához tért a sérültünk. Uh-huh. Tehát, hogy ahogy Attila mondta, hogy minden szituációban volt valamilyen buktató. Aha. Elrejtett feladat. Tehát, hogy akkor én is mondanék egy szituációt. Például pont a Tibi azért nem tudná ezt a szituációt felemelni, mert annak a szituációnak az volt a csavar része, hogy volt egy quad, amire fel kellett pakolni a felszerelésnek a fejlét, és a Tibit küldtük el, hogy lássa el a túrázót, akinek volt egy aszmás megbetegedése, és ő hirtelen befulladt, és úgy nem találta a gyógyszerét. És mire a Tibi felért a quaddal, addigra megtalálta a gyógyszerét, és akkor egy teljesen stabil beteget kellett megvizsgáljon. Ám de az, aki segítséget hívott, az meg összeesett úgy, hogy mi a felszerelésnek a felé el voltunk éppen felvértezve, és akkor az ő ellátását pontozták. Tehát az volt a szituációnak, ami az igazi kritikus állapotú ellátás része, és ott például a monitor nélkül, és hogy a gyógyszeres táska nélkül, hogy hogyan tudunk ellátni egy olyan kritikus állapotú beteget, akinek aorta diszekciója volt, és ott is például pluszpont volt az, hogy gondoltunk arra, hogy ide kell helikopter, hogy a mi hamarabbi kórházba jutását tudjuk biztosítani ennek a betegnek. És az is egy nagyon jó feladat volt. Tehát ugye ott nagyon-nagyon kikerültünk a komfortzónánkból, hogy akkor hogyan oldjuk meg? Hát ez nincsen nálunk, azt pont elvitték innen, és akkor utána az is egy nagyon jó feladat volt. Szóval nagyon-nagyon igyekeztek arra, hogy minél színesebbé tegyék a feladatokat. Tehát például volt egy olyan feladatunk is, hogy egy háromszintes házba kellett bemenni, ahol egy gyermekönakasztott volt. És ott például ott mérték az egész szituációt, hogy ahogy beléptünk az épületbe, hogy onnantól fél percen belül megtörténik az, hogy levágjuk őt a kötérről. Uh-huh. És például azt is, hogyha ott a lépcsőházba, hogyha lassan megyünk, vagy ott elmegy az idő, akkor úgy szépen, akkor pontot is tudunk ezzel veszíteni. De szépen felmentünk, megfogtuk a nyaki gerinc védelmmel, megvigyen, és akkor szépen levágtuk a kötérről. Hm. És ott is az volt, hogy
ez egy mindenképpen egy olyan szituáció volt, ahol az embernek észnél kell lenni. Tehát, hogy egy ugyan újraélesztéses szituáció követte azt, miután levágtuk őt a kötélről. És ugyanúgy egy 15 éves, egy ilyen 10 évesnek az újraélesztése, azért, ha azt nézzük, ez mindenképpen egy ilyen érzelmi többlet. Uh-huh. Hú, és akkor ez csak játék ez volt. Ez csak játék igen. volt. Ez csak babán történt minden. Igen. De, azért a szituáció maga az, hogy mi az, amit mi játszunk, mert annak is van egyfajta olyan hatása, hogy az embernek, embernek ott kell lenni. Aha. És ehhez a színészek hozzátettek elég rendesen, úgyhogy... Hát persze, mert itt is az édesanyját eljátszotta egy imitátor, és nagyon, nagyon hülyen játszotta. És tényleg úgy volt, hogy nagyon sokszor az volt például a feladatban a nehezítő tényező, hogy kezelni kellett a hozzátartozókat, vagy kezelni kellett ott a szemtanúkat, és nagyon jól játszották. Tehát, hogy tényleg azt mondom, hogy az ellátás nehezítő módon játszották a szerepüket. Na, közben jegyzetelek folyamatosan, hogy még mikről akarok majd ezek után még beszélni, mert nagyon-nagyon érdekes, amit mondtok egyébként. De azért ez egy kicsit úgy erősnek tűnik, tehát hogy tényleg aztán nem tudom, mert nyilván számos eset van a való világban, amiben már részt vettetek, és tényleg biztos nagyon durva helyzetek is adódnak, de hogy azért azt így elképzelni, hogy mondjuk a fele cucc nincs nálad, és mondjuk nem tudsz gyógyszert adni, az mondjuk tényleg nagyon ritkán fordulhat elő, nem? Vagy lehetséges? Nagyon ritkán, tehát hogy arra figyelünk, hogy a helyszínre juttatandó felszerelés, ott legyen minden. Tehát, hogyha bármilyen szituáció felmerül, akkor ott legyen a felszerelés, mert sajnos felszerelés nélkül még az embernek a tudása is megvan, tehát nagyon sokat nem tudunk segíteni. Uh-huh. Hát most, hogy mondtad az érzelmeket, akkor egy kicsit beszélgessünk erről most így a munkátok kapcsán, a való világban, hogy most titeket elnézve tényleg nagyon fiatalok vagytok, itt a műsor előtt megbeszéltük, hogy ki hány éves, nekem jóval fiatalabbnak tüntetek, mint amennyi valójában vagytok, úgyhogy ez pozitív szerintem, de hogy akkor nyilván jó pár éves tapasztalat azért már van mögöttetek, mégis mondjuk nem évtizedek óta, vagy nem tudom, 20 éve, 30 éve csináljátok ezt, hogy ilyen fiatalon hogy lehet akkora rutint és önuralmat szerezni, vagy hogy mondjam szépen ezt a dolgot, hogy az érzelmeitekkel tudjatok úgy bánni. Biztos, hogy a sok-sok-sok eset az hozzátesz mindig, de hogy tényleg engem a mai napig megráz az, hogyha mondjuk egy halálos balesethez ki kell mennem. Nyilván azért, mert nem gyakran fordul elő, meg hát nyilván emberéletről van szó, de hogy itt pedig minden áldott nap ezzel küzdötök meg, hogy tényleg, és néha lehetnek olyan szituációk, amiket egyszer a Klupács Peti elmesélt, hogy nem tudom, 8 éves gyerekkel, hogy fordult elő, hogy saját magát megmentette, és mire vagy az anyját mentette meg, azt hiszem, nem, az anyukáját mentette meg, aki rosszul lett, és olyan lélek jelenléte volt a gyerkőcnek, és így, ahogy ezt így elmesélte, engem is úgy megszoktak hatni ezek a dolgok, hogy tényleg, és egyébként a Klupács Peti, amikor itt volt, és erről beszélgettünk, akkor még mindig és már ugye 60 fölött van ő is, még mindig a könnyek azért megjelentek a szemében, amikor egy-egy esetről beszélt, vagy arról, hogy nem tudom, hogy nem aludt éjszaka mondjuk egy-egy nap után. Például, hogy feljött a Klupács Peti neve, például ő is volt ezen a versenyen pont most. Igen? Igen, ő is indult ezen a versenyen. Tehát én mondanám azt, hogy amiről beszéltünk, hogy az érzelmeket hogyan kezeljük és hova tegyük. Tehát például az én oldalamról én azt tudom mondani, hogy valahogy felvértezve vagyunk azzal, hogy mi mindig segíteni megyünk. És az, hogyha mi ott vagyunk, akkor mi nálunk egy segítő szándék van. És mindenképpen elsődleges az, hogy ne ártsunk. És nem mi okoztuk akár neki azt a fajta egészségromlást, amit talán hosszú évek után, vagy akár akutan hirtelen alakult ki nála, de mi azért vagyunk ott, hogy segítsünk. És ez az, ami egy kicsit úgy mondanám, hogy egy ilyen nagy páncél, tehát hogy tényleg védelmezi a mi lelki világunkat, hogy mi segítünk. És ez egy olyan fajta többletet tud adni, olyan fajta plusz motivációt, amit szerintem nem nagyon lehet máshogy magyarázni. És mondanám azt is, hogy nagyon fontos szerintem az, hogyha amit mi ott csinálunk, az ott profinak kell lenni.
tehát ott nem nagyon, nem jó, hogyha mi belevisszük az érzelmeket addig, amíg a helyszínen vagyunk, és ebben nagyon sokat segít az, hogy nekünk vannak eljárásrendjeink, vannak protokollok, vannak olyan szakmai irányelvek, amiket, hogyha betartunk, akkor tudjuk, hogy mit kell csinálni, mi az, ami mentén haladjon egy betegellátás, vagy egy betegvizsgálat. Tehát, hogy mindenféle segédlet is segíti a mi munkánkat, hogy ne térjünk el ugye az ellátástól, és ezek mindenképpen segítenek. És nagyon fontos az, hogy csapatban dolgozunk, és csapaton belül, hogyha meg tudjuk kommunikálni azt, hogy mi történt, az nagyon fontos tud lenni. Uh-huh. Egyébként ezt mondjuk egy-egy eset után, amikor mentek vissza, akkor ez pontosan jól kibeszélitek? Így, uh-huh. Akár a kórházi átadás után van egy szusszanási idő, és akkor ott megpróbáljuk megbeszélni azt, hogy mi történt. Ha van olyan, hogy visszajelzést a többiektől, hogy mi az, amit akár másképp lehetett volna csinálni, de mindenképpen erre kell figyelmet fordítani. Mert ez nagyon fontos része annak, hogyha a későbbiekben mi sokkal jobban tudjunk dolgozni. És még mondanám azt is, hogy tényleg az is nagyon fontos része, hogyha az embernek legyen olyan szabad ideje, vagy rekreációs tevékenysége ugye a munkáján kívül, ahol kicsit ki tud kapcsolódni, kicsit ki tud szakadni, fel tudja dolgozni azokat, amiket látott az ember, mert nagyon fontos ez a része is szerintem. Tehát valahogy úgy mondanám, hogyha amikor felakasztjuk a kabátot az öltözőbe a fogasra, akkor ott egy kicsit ott kell hagyni azt, amit ugye a munkánk során látunk. Aztán mondanám azt, hogy ez így az én véleményem, de szerintem számos más mentő dolgozónak megvan a saját hozzáállása ez az egészhez, hogy hogyan dolgozza fel. Te hogy vagy az érzelmekkel? Hát egyrészt én, amit Ati elmondott, én azzal együtt tudok érezni. Ugye itt megemlítetted, hogy fiatalak vagyunk, és esetleg, hogy mennyi ideje dolgozunk. Nekem ugye decemberben lesz 10 éve, hogy mentő szakápolóként vonulok. Én személyes tapasztalatom, nekem nagyon sokat számított azt, hogy az idősebb bajtársaknak a hozzáállása, hogy amit Ati is elmondott, hogy egy vonulás után, hogy meg lehetett velük beszélni, hogy az ellátás menetét, mit lehetett volna másképp csinálni esetleg, illetve a felfogást, hogy igen, ez is, ugye mi hivatásnak hívjuk, de igenis, hogyha az ember felakasztja a kabátot, akkor azt ott kell hagyni, és nem hazavinni a többi dolgot a családnak. Tehát mondjuk, ha hazamentek a páratokhoz, akkor nem is beszéltek arról, hogy mi történt aznap? Vannak olyan dolgok, amiket meg tud az ember osztani, de szerintem vannak olyan dolgok, amiket nem feltétlenül jó, hogy az ember mondjuk felhoz. Lehet, hogy igen. Hogy nem kell feltétlenül kell továbbadni azt a terhet. De mindenképpen jó az, és szerencsés az, aki akár otthon is meg tudja beszélni, hogyha úgy van a szakmai részét, vagy ha úgy van az érzelmi oldalát kibeszélni bizonyos eseteknek. Párotok nem szakmabeli véletlenül egyébként? Nekem a párom egészségügyben dolgozik. Tényleg az olyan eseteket, ami nagyon nehezen feldolgozható, maximum azt otthon, de igyekszem nem hazavinni én is ezeket a dolgokat. Tehát, hogy... Most eszembe jutott egy olyan dolog, hogy lehetnek problémás páciensek. Hogy azokat a szituációkat, hogy kezdetek, most mondok, nem tudom, agresszív, vagy italos, vagy egy hajléktalan, vagy nem tudom, tehát hogy olyan, biztos van sokféle embertípus, vagy szituáció, amiben meg kell állnotok a helyeteket, hogy az ilyeneket egyébként ezeket tanítják, hogy hogyan kezeljétek le, meg egyébként az érzelmek kapcsán is ezeket tanuljátok? Vagy az élet hozzá? Például nekünk van olyan lehetőségünk, hogy kérjük pszichológusnak a segítségét, tehát hogy ez így a munkánk során, vagy így a cégnél amúgy rendelkezésre áll. De mondanám, hogy mindenképpen az ilyen nehezebb helyzetekben pszichésen próbáljuk vezetni először a pácienst. Tehát, hogy mikor, hogy, mennyire befogadó a pszichés vezetésre, tehát ott kezdődik a probléma, hogyha már nem lehet vele szót érteni szép szavakkal. És utána megvannak bizonyos azok a módok, amiket az ember így kialakít így az ellátás során. De mondanám, hogy a legszebb dolog ugye a mentésben, hogy ez egy csapatmunka. Tehát nem feltétlenül egy embernek kell lekommunikálni, vagy egy embernek kell hatni a betegre,
hanem van az, hogy mikor kinek van jobb napja, mikor ki hogyan talál szót, tehát hogy mondanám azt, hogy nem feltétlenül tudok én szót érteni egy páciensen, hanem pont a velem együtt dolgozó kolléga hamarabb meg fogja vele találni azt a hangot, ami ahhoz kell, hogy jobb belátásra tudjuk bírni. És még nem minden csapat, tehát nem minden egység is ugyanazt tudja kihozni. Én mondanám azt, hogy nem mindegy, hogy aznap éppen kivel dolgozik az ember, és nem milyen oldalát hozza ki. Én azt élvezem ebbe a legjobban, hogy mindig azzal a csapattal, akivel dolgozok, akkor azzal hogyan tudjuk megoldani ezt az egész szituációt. De lehet, hogy egy teljesen más nap, teljesen másfajta módon oldanák meg ezt a részét, tehát hogyan lehet kommunikációval, pszichés vezetéssel megoldani. De ez mindenképpen nagy kihívás. Tehát attól függetlenül, hogy hogyan kell ellátni, milyen gyógyszert adjunk, hogyan legyen az ellátás, tehát amellett ez hozhat még olyan nagy-nagy meglepetéseket. Tehát ugye az élet az egy nagy forgatókönyvíró, és amennyi emberrel az ember találkozik, annyiféle válaszreakció lehet. És hogyha valaki mondjuk nem akar nagyon közreműködő lenni? Hát először is én annyit fűznék ehhez, hogy ugye Atival egyetértek, tehát hogy az élet az mindig mást hoz. Ugye Ati már végzett mentőtiszt, én jelenleg még végzem a mentőtiszti tanulmányomat, illetve az a mentőszakápolói vizsgákra, szituációs vizsgákra is visszavonatkoztatható, hogy ezek a szituációs vizsgák mindig úgy kezdődnek, hogy fel kell tenni pár kérdést, hogy a helyszín biztonságos, felszerelésben és a többi. Tehát, hogy ha a helyszín nem biztonságos, akkor ahogy Ati mondta, rendőri segítség és egyéb segítséget igénybe vehetünk. Illetve igen, a pszichés vezetés, tehát hogy a csapat éppen aki feláll, hogy kinek van nagyobb tapasztalata a kommunikáció téren, az is nagyon sokat számít. Igen, mert most ugye a kérdés az volt, hogy most pont van a fejemben egy ilyen eset egyébként, amit hallottam múltkor, hogy volt egy ismerősömnek egy ismerőse, aki nagyon beteg, és egyszerűen elutasított mindenkit maga körül, a családot, mindenkit, és egyszerűen az eleje az volt, hogy nem volt hajlandó elmenni orvoshoz. Hónapokig, amíg már nagyobb baj nem lett, addig húzta, és akkor egyszer csak mentőt kellett rá hívni. És amikor a mentővel vitték el, akkor is kiabált az egész család, hogy őt biztos, hogy senki nem viszi el innen. És hát nyilván félt a következményektől, mert látta, hogy mi lesz. Aztán tényleg nagyobb is lett belőle, mert most már szegénynek azt a lábát vágják le. De hogy az ilyenekkel mit tudtok kezdeni? Megpróbálni jó belátásra. Uh-huh. Tehát mindenképpen fel kell világosítani arról, hogyha elutasítja a mi ellátásunkat, vagy hogyha nem engedi, hogy segítsünk neki, annak meg lehetnek az olyan következménye, ami akár az ő egészségügyi állapotára azért nem jó kimenetelő. De tényleg vannak olyan esetek is, amikor nem ő kéri azt, hogy segítsünk, tehát hogy a mentőhívást azt nem ő végzi, és kimegyünk, és lehet, hogy pont az idézőjeles bajba jutottnak, nincs is úgy baja. De hát az meg egy olyan történet, hogy miután belekeveredünk egy ilyen szituációba, onnantól kezdve nekünk is le kell védenünk magunkat, szépen le kell dokumentálni, meg kell vizsgálni a beteget, és csak utána, miután megbizonyosodunk arról, hogy neki tényleg nincsen semmi problémája, utána lehet helyszínen hagyni. De a lehető legjobb az, hogyha már mentő kimegy egy betegért, egy sérültért, akkor hogy tovább tudjuk őt vinni, és akár egy kórházi háttérrel meg történjen az ő vizsgálata, hogy ki tudják zárni, hogy nincsen nagyobb baj, vagy nagyobb féle probléma a háttérben. Igen, egyébként ez lett volna a következő kérdés, és pont foglalkoztatott ez a gondolat, hogy van-e olyan, hogy fölöslegesen mentek ki. Gondolom azt mondjátok, hogy nincs olyan, mert minden esethez ki kell menni, mert bármikor ugye kockán foroghat egy élet. De például olyan ismerősöm is van, aki teljesen hipohonder, és pánikrohamai szoktak folyamatosan lenni, és nem egyszer, nem kétszer ment ki tök fölöslegesen a mentő. Volt is olyan eset, amikor elvitték, meg volt is olyan, amikor mondták, hogy na jó, van, akkor maradjál szépen itthon. Hát ez mindenképpen egy olyan történet, hogy neki van egy betegsége, tehát úgy nevezzük, hogy akkor pánikbetegség, de és mindenképpen azt is meg kell vizsgálni ugyanúgy, mert ki tudja, hogy lehet, hogy pánikolt addig, de hogyha most például egy aktuális olyan problémája van, aminek például a tünetei pont hasonlóak,
akkor az megbújhat egy olyan címke mögött, hogy hát ő pánikbeteg, ő mindig így ezt szokta csinálni. Tehát ezért kell mindenkit megvizsgálni, és tényleg mondanám, hogy az életben számos olyan alkalom volt, hogy megbújik az ördög a történetek mögött. Kicsit beszéljünk a napjaitokról, hogy kell elképzelni a ti munkátokat. Hát gondolom, hogy itt akkor műszakokra vagytok osztva, erről is egy kicsit meséljetek, hogy ez hogy néz ki, és hát amit lehet nyilván mondani a munkátokról, az ugye egy kicsit avassatok be minket. Ez igazából 24 óra a hivatalos műszak most, de vannak általában 12 órás műszakjaink is. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hivatalosan a munkaidőnk az 7 órától kezdődik, általában ilyen 6 óra 20, 6 óra 15-re már benn vagyunk az állomáson, ugye akkor átöltözünk az ilyen kis egyéb dolgainkat, hogy az ételt elpakoljuk a hűtőben, ezek megtörténnek, és utána az autónál van egy ilyen műszakváltás, amikor a személyzet, a lelépős személyzet átadja a fellépő személyzetnek az autót. A mentápoló mentőtiszt ilyenkor átnézni az autónak a felszerelését, checklista alapján megvan, hogy a különböző táskákban mi az a minimum felszerelés, aminek meg kell lennie, ezt ellenőrizzük a gyógyszerek lejáratát, és akkor utána 7 órakor van egy ilyen bejelentkezés, amit a mentés irányító indít a megyében teljesítő egységek felé. És akkor ilyenkor bejelentkezik az egység, hogy aznak ki teljesít szolgálatot. Néha van olyan eset, hogy az egység nem mindegyik tagja teljesít 24 órában szolgálatot, és akkor azt ilyenkor is szoktuk jelezni, hogy este esetleg a mentőtiszt, mentápoló vagy mentőgépkocsi vezető vált. Uh-huh. És akkor várjátok, hogy jelezzenek. Igen. És mentek. Pontosan. Van egy tabletünk, amire megérkezik a feladat, és akkor onnantól tudjuk, hogy akkor hova kell menni, és miért kell menni. Mm. És szépen a tableten akkor kezelni kell azt, hogy elindultunk, milyen induló kilométerrel, és hogyha úgy van a kék jelzésnek is a tényét rögzíteni kell. Mm-hmm. És azt nézik egyébként, vagy hát így ellenőrzik, hogy mennyi idő alatt értek oda egy helyszínre? Ugye ez még egy komoly dolog nektek, ugye, hogy az idővel is folyamatosan harcolni kell, és hát tudom, hogy olyan is lehet, amikor azt panaszolják, hogy nem ért oda esetleg időben a mentő, ugye? Mindenképpen minden dokumentálva rögzítve van. Tehát egy kivonuláskor az idők, mikor történt a bejelentés, mikor vettük át a feladatot, mikor indult el az autó. Tehát minden GPS-et követnek minket, hogy éppen merre járunk. Tehát minden úgy van, hogy utólag vissza lehet követni. És nekünk például egy ilyen nappali szolgálat alatt este 10-ig, egy percünk van kivonulni a mentőállomással. Amit ti csináltok, azt már az elején is mondtam, hogy szerintem egy nagyon-nagyon szép hivatás, és tényleg az, hogy emberéletekért dolgoztok, az tényleg egy ilyen nagyon megsüvegelendő dolog. Meg szerintem így is néznek rátok sokan, nem? Vagy nem tudom, erősítsetek meg ebben, hogy ha hallják, hogy mit csináltok, akkor azért úgy mit szólnak hozzá? Mindenképpen szerintem egy társaságban, hogyha van egy mentős, akkor mindig van valakinek valami kérdése, hogy és van valami olyan sztorid, amit tudnál mesélni, vagy van valami olyan izgalmas, ami mostanában történt veled. Tehát erre én mindig azt szoktam mondani, hogy hát most így, hogy így rákérdeztél, így biztos, hogy nem itt eszembe semmi. Tehát mondanám azt, hogy nehéz is róla beszélni úgy, hogy nincsen benne az ember a mentésben. Tehát, hogy nagyon nehéz úgy átadni ezeket a történeteket, akár mondanám azt, hogy laikus nyelven. Tehát mindenképpen van egy fajta plusz. Tehát, hogy a legjobban úgy tudjuk, hogy egymás között beszéljük meg ezeket a szituációkat. De én mindenképpen azt érzem, hogy nagyon jó arculata van így a mentőszolgálatnak. Tehát, hogy szép autó megjelenik, és akkor ott kiszállnak belőle ebbe a szép egyenruhába az emberek, hát szerintem mindenképpen azt mondom, hogy büszkén veszi fel az ember minden szolgálatban az egyenruháját. És te hogy vagy ezzel? Attival egyetértek, illetve annyi, hogy szerencsére nem mindegyik eset kritikus. Én nem gondolom azt, hogy van felesleges mentőhívás, tehát hogyha felmerül ez a gondolat, akkor inkább ugye mi
kivonulunk a helyszínre, legyen megvizsgálva a beteg, és akkor ha esetlegesen nem olyan az állapota, akkor annak megfelelően dönteni. Tehát, hogy nincsen felesleges mentőhívás. Egy picit menjünk bele akkor abba, hogy ti hogy csöppentetek bele ebbe. Egy nagyon pici kis önéletrajzi, vagy életrajzi kitekintést csináljunk, jó? Nem tudom, szoktam ilyen hülyeségeket kérdezni, hogy már mentőkocsival, vagy mentőautóval a kezedbe születtél, de hogy tényleg, hogy mennyire kiskorotokban jelentkezett ez esetleg, hogy ezt a pályát szeretnétek választani? Tehát például az én példám az, hogy nekem a családban nem volt egészségügy is. Nagyon nem is tudtam így az érettségig, hogy én mit szeretnék csinálni. Tehát az biztos, hogy amikor jogosítványomat csináltam, akkor egy mentőtiszt tartotta nekem az első segélynyújtás oktatást, és azt mondtam, hogy ez jó, ez nagyon jó, hogy ezt, ebből én többet szeretnék tudni. De utána az volt, hogy mégis hova merre menjen, hova jelentkezzen az ember a továbbtanulással, és nekem volt, hogy biológiából emelt szinten érettségiztem, és akkor néztem, hogy mit tudnék csinálni. És akkor ott volt az, hogy mellette sportolok, és akkor, hogy a sportvonalon, hogy mit tudna az ember csinálni, és akkor jelentkezni a TF-re, de hát, hogy tudok anélkül is sportolni, hogy azt tanuljam, és akkor valami, mit tanuljak még, tehát élelmiszeripari mérnök, de nem. Akkor jött az, hogy hát ott van az egészségtudományi kar, de hát ott mit lehet tanulni. És akkor néztem, hogy milyen szakirányok vannak, és akkor ez a mentőtiszt az így megragad. De mondanám, hogy addig, amíg oda nem kerültem, hogy nagyon nem voltam felkészülve arra, hogy mégis pontosan mi ez, és így szépen a főiskolán tanultam ki azt, hogy miről is szól ez az egész, és akkor ott mondhatni azt, hogy egy ilyen fehér lappal indultam a főiskolán. És akkor utána rögtön megkezdted? Hát nem úgy volt, hogy én még nem léptem be a céghez, tehát hogy mellette én nagyon sokat sportoltam a főiskola mellett, és az utolsó években kezdtem el vonulni mentőgépkocsin, mint mentőápoló, és miután lediplomáztam, akkor mint mentőtisztként. Tehát azért van ebben is egy rangsor, és ezt beszéltük is az előbb, ezt légy tisztázzuk, mert az előbb jó pár perccel ezelőtt megbeszéltük, hogy ezeket a rangsorokat vagy titulusokat beszéljük meg, az ápoló, mentőtiszt, technikus, mentőorvos, hogyan vannak ezek? Vannak különböző egységek. Tehát van egy mentőgépkocsi, ott például két fő dolgozik, egy mentőgépkocsi vezető és egy mentőápoló vagy mentőszakápoló. A mentőápoló az, aki végzettség nélkül egy érettségivel jelentkezik a mentőszolgálathoz, és akkor szeretne egy-egy hónapos betanulási idő után mentőautón dolgozni. Tehát később van az, hogyha ő tanulmányait folytatja és mentőszakápolónak tanul, akkor ő mentőszakápolóként, és később, hogyha gyógyszervizsgát is tesz, akkor ő már gyógyszerelve is tud mentőgépkocsin dolgozni. Van még olyan is, hogy aki mentőgépkocsi vezető, és mellette szakápolói vizsgát vagy képesítést szerez, ő pedig mentőtechnikus. És a mentőtechnikusként ő, ahogy van, tud szakápolói munkát végezni, és a gépkocsi vezetésben is ott van. Van a mentőtiszt. A mentőtiszt egy 4 éves főiskolai képzés után a mentőtisztként tud vonulni. A mentőtisztek vagy mentőtiszti kocsin, vagy esetkocsin dolgoznak. Az esetkocsi például 3 fős. Tehát van rajta egy mentőgépkocsi vezető, van egy mentőszakápoló és egy mentőtiszt. És továbbá ilyen a rohamkocsi, ott is 3 fő dolgozik, ott is egy mentőgépkocsi vezető, egy mentőszakápoló és egy orvos. Uh-huh. Tehát ugye a különbség az eset és a rohamkocsi között az, hogy az egységvezető az mentőtiszt vagy mentőorvos. Uh-huh. És akkor ezt gondolom az esetek súlyosságától függ, amit először hallottok a riasztás kapcsán. Igen, igen. Uh-huh. Jó, még akkor térjünk rád vissza egy picit, mert ugyanállad még nem beszéltük meg ezt, hogy honnan az indítatás és hogy alakult aztán, hogy ide jutottál. Hát én igazából általános iskola végén tudtam már, hogy az egészségügyben szeretnék dolgozni, ugyanúgy, mint Atinál, nálam is a családban senki nem dolgozott egészségügyben, meg jelenleg se. Én viszont egészségügyi szakközépiskolában érettségiztem, és ott is végeztem. Én utána beadtam a jelentkezésemet a mentőszolgálathoz, akkor még nem volt státusz, ezért elkezdtem a felnőtt ápolóit ilyen időhúzásnak. Viszont visszajeleztek, hogy volt üresedés, és így elkezdtem dolgozni 2014-ben a mentőszolgálatnak, és akkor munka során
közben elvégeztem a mentőápolóit levelezőn, és utána úgy éreztem, hogy szeretném még tovább fejleszteni magam, tanulni, és akkor elkezdtem én is a mentőtisztit levelezőn. Uh-huh. Amit még akkor most is csinálsz, igen. Ugye? Uh-huh. És akkor utána már te is lehetsz ugyanúgy mentőtiszt. Igen. Jó. Jó. Egy picit még beszéljünk, még most egy-két kérdés így hirtelen eszembe jutott, hogy például a hozzátartozóitok hogy viselik a munkátokat? Meg ez a beosztás is ugye nyilván az, hogy nektek, mondjuk nekünk sincs, de hogy se ünnepnap, se hétvége, vagy hát nyilván meg tudjátok beszélni, de hogy mégis hogy állnak hozzátok? Én mondanám azt, hogy szerintem szüleim még a mai napig nem tudják, hogy pontosan mit, hogyan csinálok. Tehát, hogy az ember próbálja őket felvilágosítani, elmagyarázni, hogy mégis mi az a munkánk, de úgy szerencsére nem láttak minket még élesben dolgozni. De szerintem ez talán mindenhol megvan, hogy aki pontosan nincsen benne, az nem feltétlenül tudja elképzelni, hogy ez milyen lehet ez a munka belülről. És ahogy mondtam már korábban is, hogy nem feltétlenül akarom őket terhelni sokszor azokkal a történetekkel, amik így a munkánk során adódik. De mondanám, hogy büszkék rám, hogy ezt csinálom. Joggal szerintem. Nálad? Én is Atival egyrészt egybeértek ezzel, hogy én se terhelem őket mindenféle információval, amik engem érnek egy műszakban. Én is, talán édesanyám ezeket a 24 órás műszakokat nem tudja hova tenni még a mai napig, hogy ezt hogyan lehet kibírni. Én is elmondhatom, hogy szerencsére érzem azt, hogy büszkék a szüleim arra, hogy ezt a hivatást végzem. És egyébként egy ilyen 24 órás szolgálat után mennyi pihenőtök van? Hát ez olyan, hogy 24 óra után van, hogy 24 pihenő van, és akkor utána lehet, hogy ha úgy alakul a beosztás, akkor 24-re vissza kell menni. Uh-huh. Tehát nincsen ez a 24-72 uh-huh. féle szabály. Beszéltük még a műsorunk előtt, most már itt a műsor végéhez közeledve, hogy amit már az előbb is meséltél, hogy itt a baráti körben, ha kérdezik azt, hogy van-e valami érdekes sztorid, akkor el tudod mondani, és azt mondtad a műsor előtt, hogy hirtelen így nem szokott lenni, de hát ha akadt, hogy esetleg olyan sztoritok, ami ilyen meghökkentő, vagy vicces, vagy furcsa, vagy bármi, ami úgy nagyon megmarad bennetek, és amiről lehet beszélni, van-e ilyen? Hát én nem tartom meghökkentőnek, meg megbotránkoztatónak. Én úgy gondolom, hogy ez még mindig az ilyen laikusokban kialakult bátortalanság. Nagyon gyakran van az, hogy közterületen elfekvő ittas személyhez hívnak minket, és ugyan nagyon gyakori a bejelentés az, hogy ez méletlen. Nagyon sokszor nem történik meg az, hogy a bejelentő oda menne ehhez a személyhez, és ténylegesen megrázná, ingert váltana ki, hogy ez a személy eszméleténél van, vagy nem. Én igazából ezt emelném ki, hogy aki, nem mennek hozzányúlni. Igen, uh-huh. aki bejelentő, hogy nyugodtan, bátran menjen oda és szólítsa meg, maximum felébred ez a személy, és azt mondja, hogy uh-huh. köszöni szépen, nem kér segítséget. Uh-huh. Egyébként én ilyen vagyok, én meg szoktam állni, és utána, aki velem van, lehet, hogy mondja, hogy ne csináld már, meg nevetgél rajtam, hogy most miért mész oda hozzá, de én oda szoktam menni, és akkor tényleg ez van, hogy felébred, és mondja, hogy jó, köszönöm szépen, csak aludtam. Neked van ilyen valami? Tehát mindenképpen azt mondom, hogy ami jó, amikor a laikus egy olyan ellátást kezd neki, ami a mi munkánkat is segíti. Tehát, hogy voltam már például olyan szituációban, hogy sajnos egy kisgyereknek a nagymamáját kellett újraéleszteni, és ez mindenképpen egy olyan történet, hogy nagyon bátor volt az a kisfiú, amikor elkezdte ezt az újraélesztést, és mindenképpen egy nagy példa mindenki másnak, hogy merni kell segíteni, merni kell odalépni, merni kell, akár ha úgy van, egy újraélesztést megkezdeni, mert percek ott égetően sokat számítanak, a másodpercek is. Hát ezért is tartjuk nagyon fontosnak, és egyébként próbálunk minden egyes olyan alkalomra elmenni, amikor például a Klubács Petiék csinálnak ilyen felkészítést, mert hát minél többeknek tényleg ezt el kéne sajátítani, és merni kéne, tényleg én is azt gondolom. Még egy kérdésem lett volna,
de most hirtelen elfelejtettem, mert én tényleg annyira le vagyok rajtatok döbbenve, és én annyira bámulom a ti munkátokat tényleg, hogy nagyon örülök neki, hogy itt tudtatok lenni velem. Mondjatok még légy szíves itt a műsor végén egy-két gondolatot arról, hogy miért érdemes a ti pályátokat választani, hogyha mondjuk valaki, aki éppen minket néz és gondolkodna, mint ahogy te is gondolkodtál, akkor miért érdemes? Tehát én mindenképpen azt mondom, hogy egy nagyon izgalmas, egy változatos, egy emberközpontú hivatás a miénk, és az biztos, hogy az ember itt nem unatkozik, és mindenképpen kihívás elé állítja magát. És mondanám azt is, hogy itt egy egész életen áttartó tanulás is az egész. Mert nincsen egy ugyanolyan nap, egy ugyanolyan eset. Tehát az biztos, hogyha valaki valami változatos és izgalmas hivatást szeretne választani, akkor ez az. Tibi? Hát klisének tűnik, de hogy tényleg, hogy egy nagyon-nagyon felemelő érzés az, hogy másokon segíteni, és amikor ilyen veszélyhelyzet van, és esetlegesen egy laikus bepánikul ebbe a káoszban, annak az embernek lenni, aki tudja azt, hogy mit kell tenni, és hogyan tud segíteni. Hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Én azt kívánom, hogy az életben mentőben ne találkozzunk. Maximum, hogyha hírt adunk rólatok mondjuk egy következő verseny kapcsán, és csak pozitívat. De minden esetre én azt gondolom, hogy tényleg le a kalappal előttetek, és köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm szépen. Önök a Nálatok Mizu című műsort látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.